hogy a nyitóbeszédre, a vita közbeni felszólalásra és a viszonválasz elmondására összesen 20 perces időkeret áll rendelkezésre. Megadom a szót Harag Péter frakcióvezető úrnak. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Az előttünk levő ünnepélyes hangú nyilatkozat egy korszakváltásról szól. Nemzetünk történetében sok korszak volt, volt jelentős, kevésbé jelentős, pozitív, negatív, és talán a legnagyszerűbb az a korszak volt és korszakváltás, ami államalapító királyunk nevéhez fűződik, Szent Istvánhoz. Erre utal egyébként a szöveg is. Viszont a leggyalázatosabb ilyen korszakváltás a Rákosi féle hatalomátvétel volt, ami azt jelentette, hogy egy idegen hatalom segítségével és a népakarat ellenében jutottak hatalomhoz, és hogy mi következett azután, megkurcolások, kitelepítések, koncepciós perek, és itt talán érdemes megemlíteni azt, ami minden korszakváltással együtt jár, hogy vannak értékek és vannak személyek, akik ebben részt vesznek. Talán nem veszik rossz néven, hogyha a Keresztény Demokrata Néppárt előtt pártjára utalok, a Demokrata Néppártra, amely pártnak 62 fős frakciójából egyetlen ember sem volt hajlandó Rákosi csábításának engedni, vállalták a börtönt vagy az emigrációt. A 89-90-es rendszerváltás hozta meg a fordulatot, ahhoz a rendszerhez viszonyítva, ami 56 után a nyomásban engedett, de a rendszer maga nem változott meg, és ennek a rendszernek a lényege az volt, hogy egy szűk hatalmi csoport uralkodott. Mit hozott, hogyha a rendszerről, magáról beszélünk, ez a változás? Demokratikus és jogállami berendezkedést. Itt megint csak egy pillanatra meg kell állnom, amikor a demokrácia deficitről beszélnek külső erők. Azt kell mondanunk, hogy a nép akarat dönti el, hogy egy rendszer demokratikusan működik, vagy nem. És a választások eredménye ma meghatározza, hogy ki vezeti az országot. Három értéket említ ez az anyag, a szabadságot, az alkotmányosságot és a nemzeti önrendelkezést. A szabadságról, ha megengedik, néhány mondatot. A diktatúra idején sérült a személyes szabadság. Most viszont azt látjuk, hogy sok esetben tévútra mennek azok, akik a szabadságban gondolkodnak. Én úgy gondolom, hogy csak az érti meg, és csak az értékeli magát, a szabadságot, az emberi személy legnagyobb ajándékát, aki úgy tudja felfogni a szabadságot, hogy a felelősséggel párban említi, ezzel együtt értelmezi, és ha valakinek jobban tetszik, hát mondjon jogokat és kötelességeket, de ez ugyanaz. És van még egy szempont, amit fontosnak tartok a szabadsággal kapcsolatban kiemelni, ez pedig a normák kereteiben megvalósuló szabadság. Akkor teljesedik ki a mi szabadságunk, ha képesek vagyunk a jót és rosszat megkülönböztetni, és a jót választani. Nemzeti önrendelkezésről is kell néhány szót szólnunk, hiszen az értékek között említi ez az anyag ennek a korszakváltásnak az értékeit. A létező szocializmus idején tudjuk, hogy nemzeti önrendelkezésről nem volt szó, hiszen kívülről döntötték el a lépéseinket. Ma pedig azt tudjuk, hogy szuverenitásunk egy részét közösen gyakoroljuk, és a maradékra féltékenyen vigyázunk, érthető módon, hogy ragaszkodunk hozzá. Azt is látjuk, hogy ebben a témában is nagy külső nyomásnak vagyunk kitéve a birodalom pártiak nyomásának.
és sajnos néha a belső támogatóik is akadnak. Hadd említsem meg aktualitásként, hogy olyan veszélyek ellen is, mint a járványveszély, a legjobb megoldás a nemzetállami megoldás, és nem a birodalmi. És természetesen a helyi közösségeknek az ereje. Ezt hívjuk mi szubszidiaritásnak. És ha megengedik, még egy tiszteletteljes kérés az ellenzékhez, hogy most kivételesen ne fanyalogjanak, hanem örüljenek és ünnepeljenek. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen.